A kiszolgáló épületeken már hónapok óta dolgoznak a szakemberek, és jövőre az év elején megkezdhetik Paks 2 főépületének a talajelőkészítő munkálatait is. Ehhez arra volt szükség, hogy a magyar fél engedélyt kérjen az Európai Bizottságtól, hogy a terület előkészítését még az atomerőmű létesítési engedélyének kiadása előtt elkezdhessék. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ketté bontottuk, hogy a létesítési engedélykérelem kiadását megelőzően már talaj előkészítő munkákat végezhessünk, és hogy ezt Brüsszelbe, ezt a nukleáris biztonsági szabályzat módosítást, ezt jóvá kellett hagyatnom. Brüsszelben pedig megadták az engedélyt, így már a létesítési engedély kiadása előtt elkezdődhetnek az új atomerőmű főépületének földmunkái, így a legszigorúbb szabályok betartása mellett 8 hónappal is rövidülhet a teljes kivitelezés. Az engedélykérelem elbírálási ide az 15 hónap, tehát azt látható, hogy ha én betartom a időtartamokat, akkor egy 8-9 hónapot lehet párhuzamosan már hamarabb munkát végezni a talajelőkészítés résfalazásba, mint hogy a végleges engedélykérelmet megvárnám. Ez a gyakorlat több országban már sikeresen működik, például Finnországban is így épül atomerőmű. Pakson a most engedélyezett előkészítő szakaszban 8 millió köbméter földet kell megmozgatni, és 2570 méter résfalat is építeniük kell a szakembereknek. Az új erőmű létesítési engedélykérelmét idén június végéig kell benyújtani a Paks 2-nek a hatósághoz, majd a tervek szerint 2021 elején kezdődhetnek a földmunkák. Az új erőmű a tervek szerint 2021. szeptemberében kaphatja meg a létesítési engedélyt.